Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Ma durumlisztből fogok készíteni házi gyúrtésztát. Dél-Olaszországban általában ebből készítik, tojás nélkül. Most itt Észak-Olaszországon pedig általában tojásosan készítik. Azért szeretném nektek megmutatni ezeket a variációkat, mert a csatornámon pár házi gyúrtészta van már fönn. Azért gondoltam, hogy most készítsük el a tojás nélküli változatot is, és akkor ebből meg tudom nektek mutatni, hogy milyen apró tészták készülnek. Hogyha esetleg a megadott mennyiség, amit ki fogok írni a infoboxba, tudjátok, mindig a videó alatt van, az nem mondjuk elfogyott a lisztetek, és akkor úgy gondoljátok, hogy száraz, vagy pont fordítva, hogyha nem veszi fel a lisztet, akkor még egy korty vizet öntsetek hozzá nyugodtan, mert akkor valószínűleg a ti lisztetek jobban felveszi a vizet. Semmi probléma, egy pici vizet kell hozzáönteni. Tudjátok, szokásos módon, mint a tojásos tésztánál, így szépen meg kell nyújtani ezeket a szálakat, és akkor szépen így kidolgozni. Nem, semmi nagy örtöngősség nincs benne. Egyébként nagyon jó kis alkotó munka. Hétvégén, ha esetleg hétközben, mivel mindenki általában dolgozik, vagy nincs ideje, akkor nyugodtan a gyerekeket be lehet fogni. Nagyon-nagyon tetszik a gyerekeknek. Aki még soha nem gyúr tésztát, ez nyugodtan elkezdheti, mert tudjátok, egy ilyen házi tészta az sokkal finomabb, mint egy üzleti géppel készült tészta. Jó kis feltéteket, súgókat lehet hozzá készíteni. Az olasz súgóknak mindig az alapja a fokhagyma, a csípős paprika és a finom paradicsomlé. De megmondom őszintén, hogy amikor házi tésztát szoktunk enni, akkor különösebb nagy feltétet nem készítek, sokkal finomabb egy egyszerű feltétet készíteni, egy egyszerű sugot, sokkal jobb az élvezeti értéke, mint hogyha túl lenne kombinálva. Ez a grana duro, ez a durum liszt nagyon-nagyon klassz különben, nagyon-nagyon jó lehet vele dolgozni. Nézzétek, nagyon-nagyon jó az állaga, nagyon-nagyon könnyen belemegy az ujjam, látjátok, nagyon-nagyon puha, mint egy gyurma. Készen is vagyok. Teljesen szép, sima. Látjátok, elvált a gyúródeszkától. Letakarom, így. És akkor körülbelül 30 percet hagyom pihentetni. És akkor utána lehet kezdeni a formázást. Oké? Letelt a 30 percünk. És tudjátok, azért kell hagyni pihentetni, hogy jó elasztikus legyen utána. Semmi másra nincs szükségünk, csak egy késre. Levágunk belőle egy kis darabot. Ilyenkor is vissza lehet takarni, amíg dolgozunk. Nyugodtan vissza lehet takarni, hogy ne száradjon ki a tészta. És akkor nézzétek, milyen szép. Nagyon jó az állaga. Nézzétek, milyen gyönyörűen nyúlik. Nagyon-nagyon jó, és akkor ezt szépen megsodrom. Most orekkiétét fogok készíteni, ami kis füleket jelent. Levágtam egy ilyen kis darabot, és akkor megsodrom, látjátok? És akkor az ujjunkkal ki kell fordítani, a mutató ujjunkkal, és akkor lesz belőle egy ilyen kis orekkiéte. Nézzétek, milyen klassz! Kavatellit fogok készíteni, ugyanúgy kisodrom gyorsan. Nagyon-nagyon klasszul nyúlik, nézzétek, nagyon-nagyon jó. Ugyanúgy pici darabokat vágok belőle, mint a fülecskéknél, az előbb, az orekjétnél. Két ujjal megsodorjuk, és akkor látjátok, ilyen üreges lesz a közepe. Jó, erőteljesen rá kell nyomni, és akkor ilyen üreges lesz a közepe. Nagyon-nagyon egyszerű.
újra sodrok tésztát, de most sokkal vékonyabbra sodrom ki, mint az előbb. Dél-Olaszországban, Nápoly és környékén a nénik kint ülnek a ház előtt, és nap mint nap készítik a finomabbnál finomabb házi tésztákat. Olyan gyorsan készítik a házi tésztákat kézzel. Fú, fantasztikus, nagyon-nagyon klassz. Ha ellátogattok egyszer arrafelé, nyugodtan meg fogjátok tapasztalni. Akkor most füzillit fogok készíteni. Levágok egy ilyen, körülbelül ez egy ilyen 6 centi széles hosszúságú. És akkor fogok egy hurkapálcikát. Egy sima, egyszerű hurkapálcikát, vagy ha nincs otthon hurkapálcika, és van otthon kötőtűtök, az meg még jobb. Egy sima, egyszerű kötőtű. A 6 centis tésztákat még egy picit megnyújtom kézzel. Nagymamának, a anyukának a kötőtűjét elő kell venni, és akkor nagyon klassz házi füzsillit lehet vele készíteni. És akkor szépen rátesszük, megdöntitek, és akkor szépen fel lehet tekerni. Nagyon-nagyon klasszul. Látjátok, milyen szép. Ha elsőre esetleg nem sikerül, akkor sikerül másodszorra, vagy harmadszorra, de nem egy ördöngős dolog. És akkor szépen fel kell tekerni, oda-vissza. Picit rá lehet segíteni a kezetekkel, de ne túlságosan, mert akkor összetapad a tészta. Ennyi az egész. Látjátok, milyen szép. Van, aki úgy készíti, hogy középre behelyezi a hurkapálcikát, és akkor a hurkapálcikával együtt kezdi el sodorni. Egyébként úgy nagyon-nagyon haladós, látjátok? Pillanatok alatt megnyúlik, látjátok? És akkor lehúzzuk. Lehúzom, és akkor újra föltekerem, így. Kész, ennyi. Nagyon-nagyon szép szerintem. Levágtam egy darab tésztát, és akkor a kézi tészta nyújtóba beleteszem a legtávolabbi pontot. Válasszátok ki. Nekem a legtávolabbi pontom a nullás. Ja, és ezt így is kell hagyni. Nem szabad, hogy vékonyabb legyen, mert akkor ragadni fog, és nem fogjátok tudni szépen sodorni. És akkor ráteszitek a fettuccine vágóra, a széles metértre. Tudjátok? Nagyon szépen szétvágja, nagyon gyors is. Egy picit, hogyha itt tapad, akkor meg lehet lisztezni. De csak éppen, hogy csak, szépen megbelisztezem, ezt nyugodtan ketté lehet vágni. Így. Ugyanúgy ráhelyezem, és akkor szépen felsodrom. Mindig rásegítek egy picit, látjátok? Gyönyörű szép. Az a lényeg, hogy ne legyen vékony a tészta, mert ha vékony a tészta, az rá fog ragadni a hurkapálcikára, vagy pedig a kötőtűre, és meg hát nem is nagyon gusztusos, szóval a gusztusosabb ez, hogy egy picit vastagabb a tészta. Látjátok, milyen szép? Egyébként a hosszát, azt ti magatoknak állítjátok be. El lehet vágni rövidebbre is, hogyha nektek úgy tetszik. Látjátok, milyen szép? Most farfallinát fogok készíteni. Elvágom a tésztámnak a felét, körülbelül. Így. És akkor szépen beleteszem a tésztanyújtóba. A legtávolabb pontot válasszátok ki, nekem nullás. Picit le lehet lisztezni, de csak nagyon éppen, hogy csak. Picikét. Picit vékonyítok rajta, kettő fokozatonként megyek előre, és mindig átnyújtom. Belül egy ilyen 1 mm.
szerettem volna ezt is megmutatni, mert ugyanolyan az állaga, mint ahogy elkészült. Nagyon-nagyon szépen megmarad, hogy megmaradnak a formák, nézzétek, gyönyörű szép. Ó, mamma mia. Isteni. Bomba. És még egy kis reszelt sajt a végén. Mamma mia, gyerekek, világ vége. Buon appetito. Ciao, ciao.